Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az ECG tesztek. Azért vagyunk ma itt, mert volt egy nyeremény játékunk. Név szerint a Pelzó V2-t lehetett megnyerni. Ugye volt, zajlott, zajlik egy debreceni kutatás, illetve a Debreceni Egyetemen zajlik egy kutatás, ahol a, a dohányzók és nem dohányzók ö, ö, Mindenféle egészségügyi értékeit ö, vizsgálják és ö, vetik össze egymással, és erre vártunk jelentkezőket, és ö, volt egy Pelzó V2 ö, teszt a weboldalon ahol ö, ugye ö, a kereskedő szám szerint, név szerint a Vép 42 webáruház felajánlotta a tesztelt darabot, én pedig úgy gondoltam, hogy legyen valami értelme is annak, hogy nyereményjáték van, ajánlom föl azoknak, illetve azok között sorsolom ki, akik papírral igazolhatóan részt vettek a vizsgálaton, Január 31-ét határoztam meg a végidőpontnak, ameddig ez a játék zajlott. Természetesen a vizsgálatra ettől függetlenül továbbra is el lehet menni, részt lehet venni. Mindent elmondtam itt a nyereményjáték videójában. Ekkor még csak egy darab Pelzó V2 volt képben, és aztán jött egy felajánlás mi szerint van valaki magánszemély, aki megvesz még egy V2-t, és ő szintén felajánlja, úgyhogy úgyhogy kettő darab ilyen dripkazánt tudok kisorsolni, nagyon szépen köszönöm a felajánlásokat. Ami egy picit elszomorít, hogy összesen öt ember küldte el az anyagát nekem. Név szerint Keszti Zsolt, Kovács Petykó, Lackó Attila, Mizei Mátyás és Szeder Péter. Ötük közül fog kikerülni kettő darab, úgyhogy majdnem a fele ö, ember ö, nyereményt fog hazavinni azok közül, akik elkülték. Nézzük akkor, hogy kik a szerencsések. Lackó Attila és Mizei Mátyás. Innen szeretnék nekik gratulálni. Kérlek benneteket, hogy, hogy ahhoz, hogy a nyereményeiteket átvegyétek, írjatok nekem üzenetet, hogy hogy szeretnétek ezt megkapni. Maradjunk annyiban, hogy a már jól megszokott utánvétes metódus, illetve hát nem utánvétes, hanem a már megszokott költség kifizetés, és akkor repül felétek elsőbséggel a csomag, vagy tudtok várni esetleg a, a találkozóig, a podcast találkozóig, és akkor ott személyesen adom át nektek a nyereményeteket. És hogy mi is ez a mi is ez a podcast találkozó, ugye ez is ö, szintén az pont n olvasható, lassan a századik adásunkat tapossuk Mújóval és Fifikával ennek örömére. Szervezünk egy századik jubileumi podcast közönség találkozót az Arena Corner csesörözőben. Itt élő felvétel, hát élő, ott vesszük föl az adást gyakorlatilag, és, és folyó kanál lesz. Itt minket nem üldöznek ki azért, mert másokat zavarunk a gőzünkkel, Uh, és a megfelelő létszám teljesítése esetén csak a miénk lesz az egész uh, söröző. Ezt a létszámot nem mondanám el nektek, kattintsatok a megfelelő helyre, és uh, meg fogjátok tudni, azt mindjárt mutatom, hogy hol találjátok meg. Aki uh, eljön, nem kell attól félnie, hogy égyomorral fog távozni, vagy esetleg szomjasan, hiszen meleg konyhával is rendelkeznek, illetve nagyon jó söreik vannak, hát ugye csesöröző. Le is írtam a weboldalra, megnéztem, egy pohár kozel 240 forint, egy korsó 390, tehát ez szerintem teljesen vállalható kategória. Itt vannak az ételárakból is egy-két darab húsleves cigánypecsenye, tehát nem, nem föltől lerugaszkodott árak, de a többit is meg tudjátok nézni, természetesen itt megkattintjátok a linkeket. Hogyha valaki Ö, nem tudná esetleg, hogy hol van a hely. Itt van a térkép. A Bartók Béla és a Móris Zsigmond körtér között van pont félúton a fekete, vagy a, bocsánat, a feneketlen tóval szembe fekete tó. <coughs> és ö, és ö, könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel a parkolás is megoldott, tehát ö, itt megáll millió és egy busz villamos itt az új négyes metró, a Móris Zsigmondon, vagy hogyha valaki esetleg autóval jönne, akkor neki is a parkolása itt a sarkon van ugye a söröző, itt az utcában megoldható, ez azt hiszem a Fadrus utca, és, és ahogy látjátok, itt van a buszmegálló, itt jár a villamos, tehát nem lehet okunk panaszra a megközelíthetőséget illetően. Készülünk sok aprósággal, tehát ö, ö, lesznek itt ö, welcome drink helyett welcome likvidek, lesz bekészítve minden asztalra egy-két apróság rákcsal harapnivaló, ö, de ez nem is annyira lényeges, azt szeretném kérni, hogy itt a Facebook esemény visszajelzés gombra kattintsatok, amennyiben úgy gondoljátok, hogy jöttök, és az ott leszek gombra, hiszen ez az a szám, ami nekünk számít, és a rendezőnek is, illetve a helyszín biztosítónak, hiszen véges a hely befogadó képessége. Tehát ezért mondom, hogy minél hamarabb jelezzétek részvételi szándékotokat, mert egy idő után ugye be kell zárni a kaput, be kell húzni a riglit, nem lesz ö, ö, több ember bent, ö, nem tud bejönni több ember, mint amennyi a hely fogadó képessége. Itt leírunk minden fontos dolgot, azért is jó, ha ide csatlakozik az ember, mert akkor látja, hogy hol lesz, mettől meddig lesz, ö, és hogyha plusz infónk van, azt itt természetesen meg is osztjuk. Ö, amit itt leírtam, lesz kvízjáték, ö, lesz tombola, én is viszem egy-két olyan módomat, amitől már meg szeretnék szabadulni, úgyhogy, úgyhogy akár jó árasítva is meg tud az ember csípni mondjuk egy, ö, egy Typhoon Eye-t, vagy, vagy bármi hasonló készüléket, ami épp itt a polcomról leesik, és nem akarom már visszatenni. Ö, ennyi lenne röviden, és, ö, és ez még csak a jéghegy csúcsa, nem lőjük el az összes patronunkat. Azt mondom nektek, hogy érdemes lesz, szerintem mindenféleképpen ellátogatni. A kvízjátékon természetesen el fog válni a búza az ocsútól, hogy kijön a nyereményekért, és kijön azért, mert valóban hallgatja a podcastet. Tehát lesznek olyan kérdések, hogy aki nem rendszeres hallgatónk, az meg fog izzadni. De de szerintem egy jó hangulatú közönség találkozó lesz, ez biztos lesz kivetítő lesz hangosítás normálisan fogunk vinni, amit nem tudom hogy láttatok-e, étzigítestek, e de csak étzigítestek, fogunk vinni úgy néz ki, hogy pólókat is, tehát ami már itt fönt van egyébként a weboldalon, itt a webshop alatt Ezekből a pólókból is fogunk vinni, tehát a helyszínen is lehet majd vásárolni belőle. És egyébként, na, jóbuli lesz. Úgy néz ki, hogy az utolsó májusig, úgyhogy a szabályozásig már nem lesz több ilyen rendezvényünk, lehet, hogy másnak sem lesz más rendezvénye, úgyhogy utoljára verődjünk össze, is, és gőzölögjünk egy nagyot együtt. Így a végén szeretném mindenkinek megköszönni a, a játékban részvételt. Természetesen a vizsgálat nem ért véget, tehát aki, aki szeretne hozzájárulni a hazai kutatáshoz, az mindenféleképpen vegye fel a kapcsolatot, vagy akár a párásító Facebook csoport van velünk, megadjuk az információt, vagy menjen föl a Vaperhura, és és ott is megtalál mindent ezzel kapcsolatban. Gratulálok a nyerteseknek, és találkozunk a századik podcast közönség találkozón. Sziasztok!